Köszöntöm nézőinket, önök a Tellena magazint látják, én Bence Péter vagyok, mutatom, mikkel készültünk a következő percekre. Fontos támogatásokról döntött a város képviselőtestülete. Szép eredményeket értek el a Szent István Katolikus Gimnázium diákjai. Gondolták volna, hogy Tolnán egyszer állt egy kápolna, amiről sokáig azt gondolták, hogy az évszázadok alatt teljesen nyoma veszett? Hamarosan beadhatják Tolnán idei pályázataikat a civil szervezetek és a sportegyesületek, annak érdekében, hogy ismét települési támogatáshoz jussanak. A város vezetői ugyanis megszavazták a nekik szánt összeget. De nem csak erről született döntés a legutóbbi képviselőtestületi ülésen, mutatjuk a részleteket. Tolnán 7 kiemelt sportegyesület működik, a kajakkenusok, a futszálosok, a kézilabdázók, a futballisták, az asztali teniszezők, a karatésok, valamint a vitálsportegyesület. Rengetegen mozognak ezekben a közösségekben nap mint nap. Nekik pedig egyáltalán nem mindegy, hogy mekkora összegű támogatásra számíthatnak az idei évben. Jó hír, hogy az ezzel kapcsolatos döntés megszületett. A képviselőtestület tagjai úgy határoztak, a tavalyival megegyező mértékű forrással segítik nem csak a sportolókat, hanem a városban működő más civil szervezeteket is. Bár lenne arra módunk, hogy nagyobb mértékben tudjuk az elmúlt évhez képes támogatni ezeket az egyesületeket, egyelőre nem láttunk erre módot, tehát a tavalyi összeggel fogadtuk el ezeket a javaslatokat, tehát a kiemelt sportegyesületekre 10 millió 200 ezer forintot fogadtunk el, tömegsportpályázatra 800 ezer forintot, közművelési pályázatra 3 millió forintot, és értékvédelmi pályázatra pedig 2 millió forintot. Tehát ezek azok a döntések, amelyek már korábban, illetve amelyek most megszülettek, és ezekre lehet majd például a tömegsportpályázatra, illetve a közművelési pályázatra a felhívás hamarosan megjelenik, és várjuk a pályázókat. A város idei költségvetése is szerepelt a legutóbbi testületi ülés napirendi pontjai között. Az energiaárak drasztikus emelkedése miatt nincsenek könnyű helyzetben az önkormányzatok. Bizonyos irányokat fogadtunk el, például gondolok itt arra, hogy béremelések tekintetében bizonyos intézményeknél ugye vannak olyan kötelező béremelések, amelyeket jogszabály ír elő. Itt most a kötelező bérminimum, illetve a minimál béremelés, illetve a szociális szférában és a köznevelésnél, ami jelen esetben Tolnán az óvodákat érinti, ott a kötelező pótlékemelések voltak, vagy kötelező minimálbéremelkedések. Ezeket beépítettük a költségvetésbe, és gyakorlatilag ezek mellé, mikor már láttuk a számokat, így első körben tartalékba tettünk mindent, tehát a koncepcióban elfogadtuk azt, hogy a tavalyi év tartalékából fejlesztési tartalékba 300 millió forintot helyezünk el, és az iparűzési adót 10%-ban fejlesztésre, 90%-ban működésre használjuk, illetve a kommunális adót és az egyéb bevételeket pedig,
pedig, illetve a kommunális adott fejlesztésre mindenképpen, de hát ezt jogszabály elősírja, és minden más bevétel mehet a működésbe. Jó hír, hogy Tolna nemrégen több mint 100 millió forintnyi rezsikompenzációt kapott a kormánytól. Mások mellett ez is megkönnyíti az idei kiadások tervezését, de az is fontos szempont, hogy több 100 millió forint tartalékot sikerült 2022-ben képezni a városházán. Körülbelül 2,5 milliárdnyi főösszegű költségvetésben nagyon tervezhetően próbáltuk a kiadásokat, a működési kiadásokat betenni. Én nagyon remélem, hogy az elkövetkezendő testületülésen el is fogadja ezt majd a képviselőtestület. Tavaly készült el a Bartók Béla utcai városi bölcsöde. A 24 férőhelyes intézményt pályázati forrásból alakították ki, több mint 450 millió forintból. A kor követelményeit minden szempontból kielégítő intézményre nagy szükség volt a városban. Az 1990-es években szűnt meg ugyanis a mostani önkormányzati bölcsöde elődje. A feladatot az elmúlt időszakban két civil szervezet látta el. Csak hogy egyre több baba döntött úgy, hogy ők már pedig meg akarnak születni, így lépett a városvezetés. Az épület tehát kész, és a berendezések is a helyükön vannak, most viszont intézményvezetőt keresnek a bölcsöde élére. Mi azt terveztük, hogy április 1-től már működik a bölcsöde, de sajnos ez nem fog megvalósulni. Legkorábban májusban tudjuk elindítani a bölcsödét, mégpedig azért, mert nincs vezető. Amíg nincs vezető, addig nincs alapítókirat, amíg nincs alapítókirat, addig nincs működési engedély. Tehát mind-mind azon múlik, hogy lesz-e megfelelő végzettségű és szakmai tapasztalattal bíró intézményvezető. Nem mi kötjük ki ezeket a feltételeket, hanem nagyon szigorú jogszabály. Tehát mi már tettünk volna engedményt egyébként, de felsőbb jogszabály nem ad erre lehetőséget, úgyhogy ezúton is szeretettel hívok mindenkit, illetve azokat, akik alkalmasak erre, hogy jöjjenek, és tényleg ebbe a meseszép bölcsödébe jöjjenek el dolgozni, és legyenek bátrak, és jelentkezzenek a vezetői pályázatra. Az élelmiszerek árainak fájó emelkedését mindannyian a saját bőrünkön érezzük. A napi bevásárlás most sokkal többe kerül, mint egy évvel ezelőtt. Ez pedig hatással van a közétkeztetést végző cégek díjszabására is. Mint ahogyan a legtöbb településen, így Tolnán sem elkerülhető ezen a területen az idei évben az áremelés. Tavaly év második felében írtunk egy közbeszerzési eljárást, és addig egy tolnai vállalkozó volt az, aki biztosította a gyermekétkeztetést a városban. Most egy külső vállalkozó nyerte el ezt a lehetőséget. Már a vállalkozási szerződésben benne volt az, hogy a szakági inflációval január 1-től árat emelhet. Igen, emel árat. Tehát, de mindannyian látjuk, hogyha bemegyünk az üzletekbe, hogy mennyivel drágább már az alapanyag is, és bizonyára mindenki ismeri azt is, hogy nem, vagy tudomással bír arról is, hogy nem csak a nyersanyagárak, hanem a rezsiárak ugyanúgy, és itt értem ez alatt akár a munkabért, akár a gáz, akár a villanyszámla annyira drasztikusan megemelkedett, hogy nem is csodálkozunk azon, hogy árat emel a vállalkozó. 17,3%-kal emelkedtek meg a díjak. Tolna viszont azon városok közé tartozik, ahol például a menzai ételekre a legtöbbeknek nincs panaszuk. A városban egyébként várhatóan március elején ülésezik legközelebb a képviselőtestület. Thank you.
A Tolnai Szent István Katolikus Gimnáziumban mindig történik valami. Most éppen több tanulmányi versenyen is szép eredményeket értek el a nagymúltú intézmény diákjai, de emellett például készülnek az érettségire is a végzősök. Szorgosan jegyzetelnek a diákok kémia órán a Tolnai Szent István Katolikus Gimnáziumban. Ebben a tanévben is több versenyen jeleskedtek a fiatalok. Végzősök, a 12-esek 4 tárgyból is túljutottak az első fordulón. Magyar nyelv, irodalom, történelem és biológia tárgyakból, sőt, történelemből a 3. fordulón is túl vagyunk. Most várjuk, hogy mi lesz az eredmény az utolsó forduló előtt, és éppen tegnap érkezett meg az értesítés, hogy a magyar nyelvi versenyen, UKTV-n az egyik diákunk bejutott a szóbeli döntőbe, tehát a legjobb 30 közé. Nem kevés munka van mögötte, de nagyon, tényleg ez nagyon kimagasló, tehát egy osztályból 4-en is tovább jussanak, és a második fordulót is eredményesen vegyék, és reméljük, hogy azért még talán a szóbeli döntőbe is, még egy szóbeli döntőbe, vagy akár még kettőbe is bejutnak. Tehát ez tényleg, azt gondolom, hogy nagyon szép teljesítmény. Aztán folytathatjuk a sort azzal, hogy tavaly ilyenkor, vagy március táján egy Kárpát-medencei versenyt, történelemversenyt nyert meg 2 diákunk. Bonyhárdi Gimnázium szervezte ezt a László Gyula történelemversenyt. Ebben a tanévben pedig 9-esekkel, 2 9-es csoportommal tudtunk bejutni a Kultúra Nostra nevű történelem verseny országos döntőjébe, pontosabban Kárpát-medencei döntőjébe, ahol a legjobb 10 csapat szerepel majd. Ilyen nagy nevek, vagy nagy gimnáziumok mellett, a Székesfehérvári Ciszterci Gimnázium, vagy Zalaegerszegi Gimnázium mellett a kis 9-esek is nagyon-nagyon lelkesen, rettentő lelkesen és nagyon nagy odaadással dolgoztak, és reméljük, hogy a szóbeli is így fog sikerülni. Az igazgató azt mondja, a szorgalom a félévi tanulmányi eredményeken is megmutatkozik. A Covid óta úgy tűnik, hogy úgy helyre billent valami. Már tavaly jobb volt lényegesen az évvégi tanulmányi eredmény is, és most a fél évben ez folytatódott, ez a növekedés, ez a változás. Tehát valószínűleg most úgy visszatalálunk a Covid előtti helyzethez, sőt, tehát annál is jobb eredményeket sikerült most évvégén és fél évkor produkálni a gyerekeknek, és ezért úgy biztató a felvételi meg az érettségi előtt, hogy valószínűleg jól fog sikerülni. Nehéz megmagyarázni, hogy hogyan jön össze úgy osztály, hogy tényleg nagyon-nagyon-nagyon sokan és jó eredményt produkálnak, máskor pedig nem annyira, pedig ők is ügyesek és tehetségesek. Tehát lehet, hogy, sőt biztos, hogy ebben az osztály is benne van, tehát maga az osztály közösség, tehát az a fajta szemlélet, ami egy osztályban benne van. Ha már néhányan vannak olyanok, akik úgy hisznek magukban, vagy lelkesednek valamiért, akkor az már előremutató, és ebben az osztályban többen vannak, például nagyon kimagasló sportolók, tehát ilyen országos szinten is kimagasló sportolók, úgyhogy lehet, hogy ezzel is összefügg. Ezt jelzi az is, hogy ősszel az eddigieknél sokkal többen tettek előrehozott érettségi vizsgát. Tehát nem mindenki az évvégi előrehozott érettségit választja, volt, aki úgy döntött, hogy még készül és ősszel próbálkozik ezzel. Nagyon, nagyon szép, nagyon kimagasló eredményeket értek el, hogy ez biztató az érettségi előtt és a felvételi előtt. Az oktatási hivatal adatai szerint idén több mint 71 ezer diák jelentkezett a középiskolai központi felvételi vizsgára. Közülük 56 ezer 8-os, 9106 hatodikos és több mint 6 ezer 4-es. Ők az ország 541 pontján írták meg a tesztet magyarból és matematikából. Nem volt ez másként Tolnán sem, szép számmal voltak jelentkezők. Megírták a diákok a felvételit, mi nem tartunk szóbeli vizsgát, tehát a tavalyi évvég és az idei félévi eredmények mellett az írásbeli felvételi eredményeket összesítjük, és így alakulnak ki a pontszámok. Az előző évekhez képest talán egy kicsit növekedett a beadott jelentkezési lapok száma,
de ilyen körülbelül, ilyen, ha most úgy összességében számolom a két osztályra, ilyen körülbelül háromszorosa, két és fél háromszorosa a túljelentkezés. Persze nyilván nem mindenki első helyen jelöli meg azt a gimnáziumot, ahova beadja, mert két-három helyre szokták beadni a diákok a jelentkezési lapjukat, de nagyjából ennyi, vagy picivel kevesebb szokott lenni évek óta, úgyhogy változatlanul két osztályt szeretnénk indítani, egy 6 évfolyamost és egy 4 évfolyamost. A végzősök is már lázasan készülnek az érettségi vizsgákra. Le kellett adniuk az érettségire való jelentkezést február 15-éig, tehát ezt lezártuk. Ez egyben azt is jelenti, hogy eldöntötték a diákok, hogy középszinten vagy emelt szinten szeretnének érettségizni, és beadták a jelentkezésüket egy egyetemre, főiskolára. Az érettségi jelentkezés tulajdonképpen ezzel lezárult, tehát ezen már nem lehet változtatni. 2016 óta ahhoz, hogy a diákok megkapják az érettségi bizonyítványukat, 50 óra közösségi szolgálatot kell teljesíteniük, erre több lehetőségük is van a városban. Most rövid reklám következik, majd folytatjuk a Telenor magazint. A Fastron több évtizede Tolna megye egyik legnagyobb munkáltatója. Meglévő kapacitásunk bővítése céljából keresünk új munkatársakat a következő szakmákra. Szakirányú végzettséggel CNC forgácsolót, CNC gépkezelőt, lakatost egy és két műszakos munkarendbe. 8 általános iskolai végzettséggel betanított lakatost, betanított festőt, szerelőt, sorkezelőt, gépkezelőt, ahol a fémipari tapasztalat előnyt jelent. Felsőfokú végzettséggel termelés támogató mérnököt, nyelvtudással projektmenedzsert, beszerzőt. Amit kínálunk, pozíciótól függő órabér, műszakpótlék, bónusz, úti költségtámogatás. Jelentkezés és bővebb információ a karrierkukac@fastron.co.hu e-mail címen, vagy a 74 540 315-ös, illetve a 0620 241 77 17-es telefonszámon. Autója elromlott, kötelező szervizre van szüksége, vagy csak ellenőriztetni jármű állapotát? Akkor keresse az Antal Service Kft-t, a Bosch Car Service hálózat partnerét. Autóját prémium minőségű Bosch alkatrészekkel javítjuk. Bosch Assistance szolgáltatásunk keretében meghibásodott járművét ingyenesen beszállíthatjuk. Vállalunk továbbá műszaki vizsgáztatást, eredetvizsgát, teljes körű számítógépes diagnosztizálást, gumijavítást, centírozást, benzines befecskendezők javítását, klímafeltöltést és javítást. Új szolgáltatásaink automata váltó olajszerviz professzionális átöblítéssel, üzemanyag és szívórendszer tisztítás, porlasztók bevizsgálása alacsony és magas nyomású rendszerekre. Gyors, precíz ügyintézéssel, helyszíni biztosításkötéssel, nagy szakértelemmel vár mindenkit az Antal Service Kft. Tolnán a Szedlesi utcában. Telefon 74-es körzet 540 703. A DKC Hungária Kft. Tolnai telephelyére önálló munkavégzése alkalmas munkatársakat keres, lézervágó lyukasztó gépkezelőt kiemelt bérezéssel, három műszakos munkarendben, illetve élhajlító gépkezelőt. Ha elmúltál 18 szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkezel, ha vállalnál egy-két műszakot és fontos számodra a pontos munkavégzés, akkor önéletrajzoddal az ildikó.bálónékukac@dkchungaria.com e-mail címen jelentkezhetsz, vagy személyesen a 71-30 Tolna belterület 970-110-es szám alatt. Jogosítványt szeretne? Kapcsoljon velünk turbofokozatra! Autós iskolánkban moped, motorkerékpár, személy és tergépkocsi, valamint nehéz pótkocsi kategóriában állunk rendelkezésre gyakorlott oktatókkal. Klimatizált tantermeinkben számítógépen zajlik a vizsgafelkészítés, de vállalunk távoktatást, e-learninget is az összes kategóriában. Részletfizetés lehetséges. 20 éves korig 25 000 forintig állami támogatás is igénybe vehető. Kapcsoljon velünk turbófokozatra, Turbóautós iskola Tolna, Deák Ferenc utca 5. Folytatjuk is a Telenor magazint.
Gondolták volna, hogy Tolnán egyszer állt egy kápolna, amiről sokáig azt gondolták, hogy az évszázadok alatt teljesen nyoma veszett? Aztán egyszer csak mégis megtalálták a romjait. A Szent Bertalanról elnevezett épületet használták a katolikus és a református hívek is. Volt idő, amikor mindenki azt hitte, egyszerűen beledőlt a Dunába, de mostanra kiderült, ez korán sem igaz. Áruszállító autó hajt ki a területről, ami évszázadokon át fontos szakrális helyszíne volt Tolnának. Itt a sorompon túl az egykori selyemgyárnál ugyanis egy apró, de annál fontosabb és különösebb történettel bíró kápolna állt évszázadokon keresztül. 15. században épülhetett, és az érdekessége az, hogy ez ugye teljesen eltűnt a mai napra. Egyetlen egy térképen láttuk a maradványait, egy 1680-as körüli térképen, és azt hittük, hogy a Dunába beleszakadt, elmosta a Duna, és a legnagyobb meglepetésre ugye ez előkerült végül is. Ez egy nagyon érdekes történetű kápolna, ugyanis ezt volt egy nagy temploma Tolnának. Ugye a katolikus keresztény időkben az egyházszakadás előtt azt használták, és a Szent Bertalan kápolna egy egyszerű kápolna volt. Később viszont a reformáció ideje alatt egyre nagyobb számba lettek reformátusok Tolnán. Kezdetben a Szent Bertalan kápolnát használták a reformáció hívei, hiszen kevesen voltak, elfértek itt is. Aztán fordult a kocka, és egyre nagyobb számba lettek a tolnaiak reformátusok, így megkezdődött a harc a nagy templomért, végül is a reformátusok győztek, és a katolikusok kiszorultak ide a Szent Bertalan kápolna köré. De ne szaladjunk ennyire előre az időben. Fontos ugyanis megállni egy pillanatra annál a bizonyos egyházszakadásnál. Akkoriban nem volt ritka, hogy a katolikusok és a reformátusok szó szerint vérre menő harcokat vívtak egymással, és nem volt ez másként Tolnán sem. Heves vérmérsékletűek révén a tolnaiak is, de ez más településen is jellemző volt. Tehát nagyon heves összecsapások, harcok, viták voltak itt. Hát különösen Sztárai Mihály, aki ugye református prédikátorként nagyon-nagyon heves vérmérsékletéről ismert. Tehát a szószékről is heves kirohanásokat intéztek egymás vallása iránt, és ez természetesen a néplélekben is tovább gyűrűzött, úgyhogy itt voltak elég kemény viták és összecsapások, és hát ez alapján alakult aztán ki, hogy ugye a reformátusok kerültek többségbe Tolnán, katolikusok kevesebben maradtak. Aztán, amikor Wallis grófék megkapták, a Habsburgok elfoglalták ugye Magyarország területét, és Wallis grófok megkapták uradalomként az addig szabad Tolna területét, ez jelentősen megváltozott, ugyanis ők katolikusok voltak, és betelepíteni is csak katolikusokat telepítettek be. Szent Bertalan Jézus 12 apostolának egyike volt. A legenda szerint élve megnyúzták, ezért később az állati bőrrel dolgozók védőszentje lett. És bár bizonyíték a mai napig nincs rá, vélhetően éppen ez volt az oka, hogy róla nevezték el a tolnai kápolnát. Malom utca, Fürdőház utca, Festetics utca környékén valahol pontosan nem tudjuk azt sem még beazonosítani. Valahol ott volt a nagy templom, a vár területén belül. Ez a város szélén volt gyakorlatilag egy kisebb templom, és ami érdekes, hogy Szent Bertalan, ugye a szűcsök, bőrrel dolgozók, hússal dolgozók védőszentje volt. Mivel ez mellett találtak egy csontgödröt is, ahol állatok maradványait találták, ezért
vetődött fel a kérdés, hogy lehet, hogy ezen a területen éltek a szücsök, a bőrrel dolgozók esetleg, és az ők építették ezt a kápolnát esetleg, de hát ez nem bizonyított, de lehet összefüggés. A kápolna tehát a 15. században épülhetett, erről a környékén megtalált sírok árulkodnak, amik szép számmal tartalmaztak temetkezési ékszereket is mások mellett, mert hogy az épület körül temetőt is kialakítottak, ami messze földről Tolnára érkezett vándorok végső nyughelye is lett. Vannak olyan adatok, hogy például a török időszakban az olasz és külföldi kereskedők is, akik itt haláloztak el Tolnán, ide temetkeztek. Hát ezt a kápolnát találták meg 2005-ben a régészeti feltárás alatt, és dr. Gál Attila és Ódor János a mostani vezető vezetésével megindult egy feltárás, ahol is teljesen feltárták ennek a kápolnának és a köré épített temetőnek, vagy létesített temetőnek a majdnem teljes területét, mert azért voltak beépített részek, amit nem tudtak teljesen feltárni. Előkerült egy kis kápolna, amit aztán Szentbertalan kápolnaként azonosítottak. Ez nem volt nagy, 11,3 méter hosszú és 6 méter széles lehetett a kápolna, és a körülötte lévő temető, ahol elkülöníthetően meg lehetett a törökkori és később aztán a sváb temetkezéseket is különböztetni. Az biztos, hogy a mostani tolnai nagy templomot 1773-ban adták át. Ezt követően a kápolna már csak a temetkezések egyik fontos helyszíneként funkcionált, később pedig a selyemgyár egyik épületét húzták fel a helyén. Akkor viszont még senki nem sejtette, hogy az építkezés helyszíne a tolnai ősök egyik legfontosabb szakrális területe volt hosszú évszázadokon keresztül. Erre csak sokkal később derült fény. A története tehát tele van feltáratlan történelmi titkokkal. A kápolnáról már tudunk egyet s mást, de hogy például hol volt az egykori nagy templom, azt a mai napig homály fedi. De talán ez nem marad örökre így. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!